Egymás után készültek a kakaós csigák a Báthori iskola tankonyháján. A Bagodi Fekete István általános iskola aranyos kukták formációja zárt a legjobb helyen az előző fordulóban, így most ők állhattak a konyhapulthoz. A fiatalok fontosnak tartják, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. Amikor kimegyek a szobából, lekapcsolom a villanyt, amikor elmegyek a csaptól, akkor lekapcsoljam, hogy ne folyjon feleslegesen a víz. Mert még, hogy zuhanyozzak, mert azzal sok vizet lehet spórolni. Nem műanyagot használják, mondjuk a boltban nem műanyag palackos vizet vegyek, hanem mondjuk otthonról viszek magammal, hogy hol a helyre megyek, viszek vizet, ne boltba vegyek, ne szórjam el a műanyagot. Az elkészült süteményeket szakértő zsűri kóstolta. A bizottság tagjai értékelték a finomságokat, illetve megosztották saját gondolataikat is a témáról. Ennek természetes dolognak kellene történni, főleg a mi szakmánk területén, mert azért a mi szakmánkban, hogyha visszagondolunk, és ha most nem is mondjuk a szakmai részét nézem, hanem alapvetően az étkezési kultúrát, mindig nagyon fontos volt a szezonalitás és a környezetből történő beszerzés. Ezt azért a történelmünk áthúzta, ugyebár egy bizonyos történelmi időszakkal, tehát itt a szocializmusról beszélek, vagy a kommunizmusról beszélek. Előtte azért, ha csak a paraszti gazdálkodásról is beszélünk, vagy a paraszti étkezési kultúráról, ami azért a nyersanyagaik a városi életben is megjelentek, tehát ezek természetes dolognak tűntek. A szervező Jacqueline Manufaktúra és a Zöld Tűzmadár Érték és Természetvédő Egyesület azért hívta életre a kezdeményezést, hogy a természettudatos hozzáállás kialakítását élményszerű, érzékenyítő programokkal segítse és mélyítse el. A fenntartatóságban az oktatásnak preventív ereje van, az oktatásnak mindenhol preventív ereje van, és ezt nem lehet elégszer elmondani. És gyakorlatilag az, hogy minél korábban ismerik meg, és egy élménypedagógiai program során ismerik meg, az sokkal jobban el tud mélyülni. És ezzel mindenkinek a fenntarthatósággal kapcsolatban mindenkinek van feladata. A rendezvény a desszertek elfogyasztása után kötetlen beszélgetéssel zárult.